Én folyamatosan megszagolni akarok, megrágni akarok, én a keserűt is akarom érezni, az illékonyat is akarok, meg azt is, aminél azt mondják, hogy annak már lejárt a szavatosságot. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt az Arckép vasárnap este 6:30 jelentkező portréműsorunk. Mai vendégem sokáig az úgynevezett underground világ, az alternatív filmek egyik igen meghatározó alakja volt. Aztán felfedezte őt a magyar szórakoztatóipar, és elsősorban a humorát, mert hogy stand-up komikusként, humoristaként elmaradhatatlan szereplőjévé vált a kereskedelmi televíziók szórakoztató műsorainak. De egyébként sok műfajú ember, hiszen masszőrként, gyógyfüvekkel foglalkozó szakemberként, vagy rádiósként is nagy ismertségre és népszerűségre tett szert. Egy 650 fős faluban, Tarjándörögdön találta meg nyugalmát, itt az úgynevezett ősök házában a helyi plébánossal értékteremtő munkát végez. Nos, itt látogattuk meg Szőke Andrást. Azt gondolom, hogy a közkeletű hit, avagy tévhit veled kapcsolatban, hogy te mindig és mindenkor vicces vagy. Nekem legalábbis ez a meggyőződésem. Arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy jót, mindenfajta humor, mindenfajta játékosság nélkül, komolyan. A kérdés az, hogy benne vagy-e mindebbe? Benne vagyok. De... Jól veszem azt észre, hogy neked egy kicsit terhes az, hogy elvárják tőled, hogy vicces vagy? Nem terhes, hiszen ennek van egy vállalása, tehát azok a munkák, amelyekben részt vettem, volt, ami jól sikerült, volt, amiben az ember azt mondja, hogy ha egy kávéházban van, hogy buktunk, vagy mondasz buktam. Egy ilyen példát? Konkrétan egy műsort kell mondani, és ki lehet mondani. Tehát Celeb vagyok, menj ki innen című sorozat, ami volt, akkor ott egy tudatos döntés volt. Az én részemről, hogy próbáljuk megmutatni egy 24 órás jelenlétben azt a drámát is, amit nem biztos, hogy a néző lát, vagy nem biztos, hogy a néző gondol erre. Tehát abban a sorozatban én azt mondtam, hogy nézzük meg azt, hogy mi történik ott az emberek között. Tehát a sírások, a feszültségek, a modorosság, a dac, a félelem, és... Nagyon sok embert ez érdekelt, azt hiszem, hogy az RTL-nek az egyik legnézettebb sorozat volt, amiben részt vettem. Ugye mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, elmentetek, Celebek dzsungelbe, Argentinában. Badár azt mondja, hogy mert ugye most Tarjándörögdön vagyunk, Badár azt mondja, hogy tulajdonképpen Halimbán voltunk egy bauxitbánya szélén, mert ugyanaz vörös helyen volt. És az az igazság, hogy nem mondott furcsát, egyetlen egy érdekes dolog volt, hogy fordítva folyt le a víz, mert ugye a földnek a másik oldalán voltunk. Ez mennyiben volt kudarc? De várjál, azt nem mondtam még el, hogy tehát részben az egyik fele a nézőknek nagyon sokan nézték ezt a sorozatot, a másik fele pedig azt mondta, hogy de hát ez az ember nem is vicces, de hát ez az ember nem is humoros, de hát ez az ember otthon a faluban, mert nézték itt a falu lakó is, építkezik OSB-ből, csavaroz, átköt, üvegtáblákat ragaszt, mindent, és akkor kint vannak ott, és ott pedig nem építi föl a kis hidat, nem foglalja el saját magát. Tehát abban igazad van, hogy van egy elvárás, amit a média vagy a médiában látott szerephoz, de ez gondolom nem csak rám érvényes, amiben létrehoznak egy virtuális üzenetet egy emberről, hogy ez ember mindig vicces. Tehát azért az rengetegszer előfordul, hogyha valamilyen közösségi helyzetben vagyunk, főzni megyünk falunapon, vagy éppen mondjuk Devecserben, a Devecseri Lomin van egy előadás, akkor 9:30-kor már jönnek, hogy Badikám, mondjál már valami vicceset, tegyen meg a drága szíves, hogy gyere, kóstold meg ezt. És hogyha... Kellőtürelemmel tudod ezt kezelni? Én azt hiszem, hogyha vállalja az ember azt a részét, hogy különböző mozgóképi üzenetekben ott van, akkor azt is kell vállalni, hogyha valaki örül, hogy találkozik egy számára ismert emberrel, és örömet lehet okozni, akár csak annyival, hogy megkérdezik, hogy akkor mondjál már valami viccet, mesélj már valami vicceset.
Mert lehet, hogy annak az embernek az a segítség, hogy egy pillanatra leülünk, beszélgetünk, odafigyelünk. Másrészt én azt hiszem, hogy az előadó művészetben vagy a porondon lévők, azok ugyanolyan emberek, mint egy háziasszony, vagy mint egy takarító, én is voltam takarító. Semmivel nem vagyunk különbek. Tehát ha egy percnyi figyelmet is kap a másik ember, az lehet, hogy nem is gondolnánk, de akkor ott az a 30 másodperc lehet, hogy hosszú időre segít, vagy gyógyít. Nem véletlenül hangzott el mostanában több beszélgetésnél, amit a Badának mondtam, hogy mentünk, sokat utaztunk, hogy Sanyi, tudod, hogy az gyógyítás, amit csinálsz. Mert a nevetés nagyon-nagyon sokat segít. Akkor viszont miért mondod azt, hogy ez nem volt egy jó ötlet elmenni ebbe a celeb műsorba, Argentínába? Kiderült az emberek számára, vagy nagyon sokak számára, hogy sokkal mélyebb, filozófikusabb ember a Szőke annál, mint amit a televízióból gondol? Mert a Szőke, az, ahogy az előbb is próbáltam mondani, ugyanolyan sérülékeny, ugyanolyan parányi, vagy ugyanolyan bizonytalan, mint sok ember, akit, nem azt mondom, hogy mindenki ilyen, de sok ember, akit mostanában, vagy az elmúlt 10-20 évben láttam. Ez miért baj, ha kiderül? És ez azt jelenti, hogy a Szőke is ugyanúgy fél, vagy ugyanúgy szeretne másoknak adni, és a Szőkének is vannak olyan pillanatai, amikor sebezhető. A Szőke is küzd azzal, hogy azok a munkák, azok az alkotások, vagy azok a tevékenységeket, amelyeket másoknak szán, azok el tudjanak oda jutni. És ha az történik, hogy az ember úgy érzi, hogy ok nélkül, vagy igazából bizonyíték nélkül bántják, akkor nyilván annak, aki nincs 100%-osan harmóniában a maga történetével és a világgal, nyilván okozhat fájdalmat. És ezt nem azt mondom, hogy a harmónia nem kell törekedni, hanem bennem ugyanúgy megvan a félelem, megvan a bizonytalanság, megvan a vágya arra, hogy esetleg amit teszek, amit csinálok, azt nézzék meg, hallgassák meg. És ha úgy érzem, hogy ennek azt az értékét, amit szerettem volna adni, nem érzékelik, ok nélkül bántanak, akkor persze, hogy az embernek ez fáj. Tudsz mondani egy olyan példát, amit fel tudsz idézni magadba, ami kimondottan nagyon rosszul esett, és fájdalommal járt? Hogy a büdös életbe? Mondanék egy ilyen példát, ugyanakkor annyi év távlatából azt mondom, hogy a lehető legfontosabb dolgok történtek éppen azért, mert akkor az negatív volt. Például én festőművésznek készültem. Az apukám szobafestő volt, 8 évig felvételiztem a képzőművészeti főiskolára. Akkor még úgy hívták, hogy képzőművészeti főiskolára. Természetesen egyetlen egy alkalommal se jutottam át a második rostán. Miért mondod, hogy természetesen? Ez abban az időben, ez a 80-as évek második fele, tehát még a szocializmusban vagyunk, rengeteg túljelentkezés volt, ugyanúgy a képzőművészeti főiskolán, mint mondjuk a színművészeti főiskolán, mert ott sem sikerültek a felvételik. Ugye Avar István azt mondta, hogy tulajdonképpen komoly színházi produkcióban nem fog tudni részt venni, és ezért nem akar megbántani. Akkor ott ezek óriási fájdalmat okoztak. Belehaltál? Azért okozott fájdalmat, mert hogy már készültek kisfilmek, rengeteg színházi produkcióban vettem részt, ezek nem kőszínházi, hanem amatőr vagy alternatív színházi munkák voltak, és egy kisvárosból elindulva, egy alföldi kisvárosból, Szentesről, úgy, hogyha az ember szerette volna azt az értéket látni, hogy mások is, mondjuk a nagyvárosban, mert ez a főváros, akkor értékelik, akkor nyilván ezek nagyon nagy sérüléseket okoztak. A festészet is. Most is festek, több mint 2000 festményem készült el van az országban. De akkor ott úgy éreztem, hogy ha a képzőművészeti főiskolának a 4 évét el tudom végezni, akkor a magam számára az egy fontos üzenet lesz, meg a szüleim számára, mondjuk a szobafestő apám számára. És aztán ebből adódott, hogy teljesen másfelé kanyarodott az életem, ma pedig azt mondom, hogy a legjobb irány volt, vagy tanítás volt mindez, mert tudom alkalmazni például a filmezésben
például itt, ahol vagyunk az Ősök házában, a helytörténeti munkában, a falu programokban, tehát tudok mindent alkalmazni, de szabad... addig nekem végig azt tanították, hogy például a vizsgák, vagy például a papírok, azok nagyon fontosak. Ebből fakadóan benned kisebb rendűségi érzés nem alakult ki? Vagy nincs végzettsége? Én alapvetően szerintem egy kisebb rendűségi érzéssel teli ember vagyok. Folyamatosan szorongok. Mitől? Én inkább ezt úgy próbálnám összerakni, hogy amit tapasztalod a környezetemben, hogy nagyon sokan ezt nem vallják be, hogy tele vannak kisebbségi komplexussal, hogy folyamatosan bizonyítani akarnak a külvilágnak. Munkáimnak a nagy része ebből is táplálkozott, például a bizonyítás erejével, az alkotás erejével. Tehát például, amikor az amatőrfilmezés a 80-as évek legelején egy fontos társadalmi beszédpanel volt, azon lehetett közölni dolgokat, akkor nem merek oda nézni, de az itt lévő kamera és az ott lévő kamera abban az időben nem ilyen technológiával működött. Egy ilyen fényviszonyban, ahol most vagyunk, nem tudtunk volna forgatni, nem lett volna lehetőség ennyit beszélni, mert pici kis filmekre dolgoztunk, nagyon sokszor néma filmekre. És az eszközök hiánya és a DAC és benne ez a bizonyos kisebbségi komplexus hozta folyamatosan azt, hogy a magunk módján mégis mesélni, beszélni akartunk. Nem arról van itt szó, hogy elsősorban mondjuk úgy a nagybetűs mainstreamnek akartál te bizonyítani? Nem. Hát én is ott vagyok. Nem vettetek föl. Én is érek annyit. Figyeljetek föl rám. Nem, mert az üzenet közvetítése bárhova az volt a legfontosabb, hogy eljusson az emberekhez. Ezért ezek a helyszínek sokszor művelődési házak voltak, faluházak voltak, vidéki közösségi intézmények vagy terek. De mellőzöttségérzés az az alapélményed volt hosszú-hosszú ideig? De nem csak én voltam mellőzött. Ha a szülői környezetet megnézem, vagy visszagondolok, hogy miből táplálkozik az egész a felnövekedésnél, akkor nagyjából a 60-as évek eleje, közepe az egyszerű, az átlag emberek számára szerintem jó részt az volt, hogy családi környezetben tudsz valamit létrehozni, a kreativitásod az úgy kell, hogy működjön, hogy lehet, hogy egy ruhafogásból kell csinálni kabátakasztót, és lehet, hogy ezt egy kombinált fogóval oldod meg. De ti nem nélkülöztetek, azért nem szegénységben nőttél fel. Mind a két szülőm dolgozott, anyukám varrónő volt, apukám szobafestő, egész életükben dolgoztak, és én azt hiszem, hogy nagyjából normális volt a családi háttér, de azért nagyon sok minden apróság, ami lehet, hogy egy akkori környezetben másutt nem tűnt különlegesnek, mondok egy példát, fényképezőgép, ez azért nem volt átlagos. Vagy mondjuk egy kisgyereknek egy akvárium. Tehát az első fényképezőgépen, amikor megvásároltam, egy Pentax, egy használt Pentax volt, akkor már tizenvalahány játékfilmet leforgattam, kisfilmeket leforgattam, és akkor jutottam el odáig Budapesten, hogy talán meg kellene próbálni egy fényképezőgépet megvásárolni, hiszen az állókép engem érdekelt. És ez odahaza nem volt meg. Tehát azért az előfordult, hogy az apám még karácsony este is dolgozott valahol, és vártuk, hogy hazajöjjön. Amíg a külső híradásokból azt lehet tudni, hogy másoknál van egy olyan esemény, hogy karácsony, és hogy mindenki ott van. Természetesen, ahogy mondtam az előbb is, mások már olyankor ordítanak, hogy leégett a kacsa, de én ezt nem tudtam, mert mindenki azt mondta, hogy a karácsony az szép. Nekünk viszont nem így volt. Milyen eleveket vagy cölöpöket hozol otthonról? Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb, amit nagyon köszönök nekik, az a hit. És nem vallási, már az Isten hit? Nem vallási értelemben szeretném most itt a hitet említeni, hanem a munkával, a kéz teremtésével, az alkotással kapcsolatos hitet, az biztos, hogy az apukámtól meg az anyukámtól hoztam, és úgy, hogy az ő történetükben volt ez benne. Egy beszélgetésem apám egyik tanítványa, aki szintén szobafestő volt akkor, ma egy híres jóga oktató, ő azt mondta, hogy a buddhizmussal kapcsolatos
legfontosabb üzeneteket apám tanította meg. Na most ezt egyrészt apámmal nem beszéltem meg, másrészt apám nem volt nagyon kapcsolatban a buddhizmussal, de az biztos, hogy mindazok, amiket ő ösztönösen a halott falakkal, a színekkel, a kézzel megkevert színekkel, ami majdan egy háziasszonynak a saját konyhájában örömet és majd alkotást ad, az a hozzáállás, az mégiscsak valamilyen módon, és újra hitnél tartok, az apámtól jött. A magja mindennek az a hit, hogy adott esetben egy törött és halott tárgyból is tudsz-e valamit varázsolni, és azon keresztül tudsz-e a többieknek adni. És azt mondom, hogy akkor a stand-up, mint olyan sem tekinthető másként, annak idején, amikor a Godó Duma Színház elindult egy ilyen csempézetlen kis étteremben, kávéházban, ott voltam a három ember között, akkor ugyanez volt az indíték, hogy eszköz nélkül, bármilyen díszlet nélkül, történet elmesélhető-e. Ez hit nélkül nem tud lendületbe jönni. Ezért mondom, hogy talán ez az egyik kulcs szó. Épp ezért kérdezem, hogy nyilván a szüleid hittek benned is, hisz festőművésznek készültél, nem függetlenül édesapától, hogy aki ugye szobafestő volt. Már 4 évesen azt hiszem festettél. Amikor ez nem sikerült, mert azért egy 8-szor jelentkeztél, ha jól szám, 81 és 88 között. Szóval nagyon kellett ezt akarnod, mert az ember nem veszik fel 2-szer, jó, 3-szor megpróbált, 3 után azt mondja, hogy jó, akkor nem vagyok erre a pályára való. Te 8-szor megpróbáltad. Ők megélték azt ezen kudarcok, nem tudom, minek nevezem, elutasítások után, hogy te sikeres vagy. Tehát, hogy beérkeztél, hogy végigvitted, hogy megcsináltad. 1992-ben a kongresszusi központban, akkor még az volt az egyik helyszín, ott volt a Magyar Játékfilm szemle. És a Magyar Játékfilm szemlén valahogy akkor úgy alakult, hogy már azok a filmek, amelyeket készítettünk, többek között különben a roncsfilm is akkor került ki a mozikba, de talán az Európa Camping is. Az édesanyám az följött Budapestre, oda a kongresszusi központban. Ez tulajdonképpen a halála előtt volt nem sokkal. És egy ilyen kis szőrme kabátba, egy 60-as évekbeli kis retiküllel jött föl vonatta, hogy megnézze a fiának ezt a vetítését. Tehát az anyám ott volt egy ilyen filmvetítésen, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Volt nekem is, és neki is. Az apukám nem látta ezeknek, el tudott volna jönni, mindig dolgozott. Ő csak tudta azt, hogy ezek a történetek működtek, meg később a halála után láttam, hogy sok mindent összegyűjtött újságcikkeket, amik velem kapcsolatosak. Én azt hiszem, hogy nem ez alapvetően a lényeges ebből az egészből. Ha festesz, akkor van kép. Ha festesz, mert elvégeztél valamit, akkor tök lényegtelen, hogy van-e róla papírod, vagy nincs. Én azt hiszem, hogy az üzenet, és az, ami köszönhető ebben az egészben is a hit, az, hogy nem adta fel az ember, hanem végezte tovább a munkáját a maga módján. Benned ez mit táplálta? Azt hiszem, az oldás és kötésben van egy mondat, amikor megkérdezi a fiatal az idősebbet, hogy abban az időben, mester, én tehetséges voltam, vagy csak becsvágyó? Te akkor tehetséges voltál, vagy becsvágyó? Azért választanám két felé, mert az egyik, hogy beszélünk egy múltbeli történetről, ami valamilyen fajta, ha nem is azt mondom, hogy indulás, de mozgolódást jelent, meg beszélünk most egy helyzetről. Részben, bocsánat, csak most közben eszembe jutott, hogy olyan ez, mint hogyha most valami nekrológot akarnánk összehívni. Pedig nem. Pedig hívd el, vagy hogy nem. Temetésen lennénk, hogy itt ül a mondjuk a világi ember, meg itt ül a pap, és azt mondja, nagyon szerettük azt az embert, és a élete első, és a rózsaszín korszakában azt készítette, hogy. De végül is valamilyen mércét vonunk hát, ha ez másnak is segít. De azt szeretném mondani, hogy akkor, tehát a kezdeti szakaszban, amikor düvel, fájdalommal, sírva, zokogva, vagy dacosan előre haladva történik valami, akkor lehet keresni azt, hogy,
hogy ez egy tehetséges történet volt-e vagy nem, de szerintem nekem nem ez volt a dolgom. Nekem az volt a dolgom, hogy a magam módján szénrajzokat készítsek egy szuterénben, a magam módján hangszereket gyűjtsek, pedig nem tudok szolmizálni, zenéket készítsek, és a magam módján azt, ami bent formázatlanul mozog, azt megpróbáljam valamilyen módon a felszínre hozni. És akkor nem is az motivált, hogy úgy jó lenne úgymond híresnek lenni, vagy úgy jó lenne valamilyen hivatalos minősítő vizsgapapírra rendelkezni, hanem a beszélni akarás, az motivált ezt az egészet. Én nem a diplomáról beszélek, a visszajelzésről. És akkor most ebben a pillanatban meg azért érdekes, hogy azért lenne könnyű erre válaszolni, amit mondasz, hogy akkor ez egy tehetséges dolog lehetette, mert azért egy rakat esemény megtörtént. 17 játékfilmnek a rendezése, 600 televíziós film, ahogy a beszélgetésünk előtt is mondtam, vagy színházi előadások, vagy könyvek. Tehát össze lehet rakni bizonyítékként ide sok mindent, hogy hány film, meg nem tudom mennyi szinkron. Még egy mondat elég, én azért rugóznék ezen a... Látom, gyere, rugózz! Ezen az elutasításon, vagy mellőzöttségérzésen. Azért az ember, ha hiszi magáról azt, hogy azért én értek hozzá, mozog bennem valami munkál, és azt mondja neki Avar István, hogy hát ne, ezt ne csináld, mert nem epizód szereplő lennél maximum. Nem vesznek föl 8-szor a képzőművészetre. Nekem nem mondta, nem is találkoztam vele, hanem... Utólag tudtad meg? Aki számomra fontos, az mesélte. Isten nyugosztalja, Ternyák Zoli, aki szintén oda járt a Horváth Mihály gimnáziumba, de nem akarlak megszakítani, mondd tett a kérdést. Ilyenkor az emberben az önérzetét, vagy a tehetségességébe való hitet, az nem igaz, hogy nem erodálja. Dehogy nem. Hát mondtam, folyamatosan minden összetört. És mindennél azt éreztem, hogy bármit megteszek, hogy a legszebb portrékat készítem, a legszebb látványrajzokat, és hogy miért nem tudok megfelelni. De épp ezt próbálom mondani, hogy ez a fájdalom generált arra, hogy újra és újra az ember megpróbáljon akkor egy másik formán, egy másik eszközön keresztül, de ugyanúgy üzenetet közvetíteni. Szerinted az mi múlik, hogy egy ember elhullik a kudarcok után, míg egy másik tovább lendülést csinálja? Van-e hite? Azon múlik, hogy van-e hite, vagy nincs hite. Ezen múlik. Ilyen egyszerű. Szerintem. Szerintem hit nélkül nem működik a történet. Neked egyébként az a fajta visszaigazolás, vagy az a fajta megérkeztem élmény, az az elégedettségérzés, az azért urrá lett rajtad, amikor csúnya szóval élve úgy betörtél a mainstreambe? Amikor már csinálhattál egy nagy játékfilmet igazán profi körülmények közt. Amikor egy rendes, komoly, professzionális körülmények közt lehettél rendezője például a Hasutasoknak. Amikor megismert az ország stand-uposként, betörtél a nagy kereskedelmi televíziókba is. Volt egy ilyen, a büdös életben azért most ott vagyok. Megérkezés élmény van, de megint rosszalkodok, és azt mondom, hogy de nem ebben, amit keresel, mert több mint 20 éve élek itt ebben a faluban, ez egy 650 fős falu, és én a megérkezést ehhez a faluhoz kapcsolnám. Mindaz, amit megmondasz, akár a kereskedelmi televíziózásban, akár valamilyen nagyobb nézettségű történetben, az pedig ebben a megfogalmazásban azért volt lényegtelen, mert az itteni munkánk, amit itt csinálunk, mondjuk úgy, hogy pályázatok nélkül és külső támogatók nélkül zajlik. Tehát én egy jó betanított segédmunkásként elvégeztem a dolgaimat, meg elvégzem a dolgaimat most is, és amit megteremtek, vagy megteremelem, azt hazahozom ide. Az a munka, amiről beszéltél, hogy úgymond sikert hozhat, az ilyen értelemben azért nem volt lényeges, és nem elbújtam a világ elő. Itt ugyanannyi dolog történik, mint egy nagyvárosban, de az azért volt fontos, mert annak idézőben az anyagi biztosítékaival tudtunk itt haladni, hogy például egy halott épület újra éljen. És egy közösség is azon keresztül. A népszerűség. Az, hogy megismernek az utcán. Egy olyan ember esetében, aki, ha nem is vágyott rá, mint te mondod, de azért csak furkálta az oldalát, hogy
valamiért csinálom, a visszaigazolás érdeklőt. A csúnya szóval élve valamelyest megváltoztatott téged? Megzavart egy picit is a fejed? Hát megzavart, de nem nagyon lehet most már mit csinálni. Kinyitottad a szelepet, és akkor jönnek és mondják, hogy Badár úr, egyen meg a drága szívit, hogy megváltozott. Vagy éppen azt mondják, hogy Szegő úr, maga sokkal fiatalabb. Jó, Szegő Andrással kell. Így van. Vagy ezerféle, vagy a televíziós műsorokban hasonló nevű emberekkel kevernek. Tehát ez benne van. De rajta? Akkor nyilván a legelején, ha valaki így, ugyanígy, mint ahogy te itt vagy, mert téged jó hallgatni, azt mondja, hogy figyelj de Bandikám, ha ebbe belekezdesz, akkor majd az abban fog járni, akkor lehet, hogy azt mondja, ó, bocs, akkor szeretnék valami mást. Lehet, hogy nem vállaltad volna így? Lehet, persze. Mert alapvetően ezért jó különben ez a kis falu, hogy mi itt úgy vagyunk együtt, hogy nem azt a Szőke Andrást látják minden nap, vagy nem abban a Szőke Andrással találkoznak, akiről te most kérdezel, hanem egyetlen egy embere vagyok ennek a falunak a lakói közösségének. Tehát ugyanúgy van Bandikám, de ugyanúgy van, hogy jönnek segíteni, ha almafát kell fűrészelni, vagy traktorozni kell. Hónap például Rádli Jóska birkatrágyát fog hozni, mert csináljuk itt kint a gyógynövényes kertet. Tehát ugyanolyan ember vagyok, mint a többiek. Az más kérdés, hogyha ezen a falun kívül megyek, akkor lehet, hogy az a jelenség van, amit mondasz, hogy így állnak és így tapogatnak, hogy biztos, hogy... Ez nem mondja, hogy ez nem esik jól. Ha mindennel, ami a hétköznapokban ott van benned, ahogy mondtam, hogy sokszor akár fájdalom vagy bizonytalanság, akkor nem mindig lehet ebben olyan könnyedén együtt lenni. Azt ugye jól veszem észre, hogy te például a sajtót se szereted olyan nagyon. Tehát magadról nem szeretsz annyira beszélni, talán egy picit bizalmatlan is vagy, szóval a nyilvánosságnak ez a fajta szeretet téged nem annyira érdekel. Hogy magánemberi minőségedben megnyilvánul, például egy ilyen szituációban. Őszintén akarod, hogy válaszoljak rá? Hogy ugye és itt most nem is bántanom kéne a sajtót, de a sajtó mint rendszer, az emberekből áll, alkotókból áll, azokból az emberekből, akiknek minden nap kell a média számára valamilyen információt létrehozni. Tehát tulajdonképpen azok az emberek kényszerhelyzetben vannak, produktumot akarnak. És vagy az történik, hogy a sajtó részéről, ha valaki megkeres, akkor igazából nem is ismer, vagy az történik, hogy tudja, hogy az ő által a működtetett, vagy amiben dolgozik üzenetrendszer, annak valamilyen különlegeset kell szolgáltatnia a fogyasztóknak. Valójában akik ide jönnek, azokat nem érdekli, hogy velem mi van, hanem az érdekli, hogy az ő hozott koncepciójukból át lehet-e passzírozni rajtam valamit. Én pedig hát egy jó amatőr színész vagyok, mert megpróbálom kiszolgálni ezeket az embereket. Azt mondod, hogy jó amatőr színész vagyok? Igen. Úgy gondolod, hogy ez a jó státusz, hogy jó minőség? Azt hiszem, hogy igen, hiszen klasszikus színházi előadásokban nem vettem részt, nem tudom, hogy egyáltalán azt képes lennék-e megvalósítani. Tehát azért egy Molière vagy egy Tartuffe történetben érdekes lenne így ott lenni, és akkor interpretálni azokat a mondatokat. Az is stimulált, hogy megtudd, nem? Részben azért részt vettem ilyesmikben, de én azt mondom, hogy én egy amatőr előadó vagyok, igen. Majdnem, hogy azt mondod, hogy Avarnak voltak éppen igaza volt? Tehát nincs a drámai irodalomban igazán rád szabott szerep? Igen, tulajdonképpen ez egy fontos kérdés, mert ahogyan a képzőművészeti munkánál is azt mondtam, hogy annyi időtávlatából egy fontos dolog történt, mert generált a bennem lévő energiákból egy másik utat. Ha akkor ott a főiskolán elindul az a megszokott rendszer, a 4 éves feladatkörök, amelyekben abban az időszakban azért az jellemző volt, hogy a színésznek végre kellett hajtania a rendezői instrukciókat, vagy azt, hogy egy színházi rendszerben ő megfelelően ott legyen. Én valószínűleg velem baj lett volna, vagy pedig eltűnt volna az a fajta kreativitás, az a fajta keresés, ami nagyon sokszor a formáknál szokatlanul működött. Tehát abban az időszakban a színházi munkában az improvizáció az kifejezetten tiltott dolog volt. Tehát ez vagy eltörik akkor bennem, ha mégis sikerül a felvételi,
vagy velem történik valamilyen baj, mert a megszokott rendszerben nem biztos, hogy belefértem volna. Nem viszket a tenyered időnként? Akár még ennyi idő távlatából is. Látsz egy jó színházi előadást, egy tévéjátékot, egy sorozatot, amit esélyedbe. Én hogy csinálnám meg? Majd nem. Én kapásból mondok neked egy szerepet, amit szerintem nem. Azonnal kiosztanál. Sejek, de nem. Például? Nem, mert kerestek is, nem. Nem? Nem. Nem. Tehát eddig is az zajlott, és most is azért nagyjából úgy működnek a hétköznapok, hogy ha van valamilyen megkeresés, valaki konkrétan eljön ide, vagy telefonál, és egy adott feladványt elküld ide, akkor ha ott van az a helyzet, azt megpróbálom megoldani, ha megfelelőek a körülmények, ha pedig nem, akkor most már azt tudom mondani, hogy ezt én nem szeretném csinálni. Mit jelent, hogy megfelelőek a körülmények? Nagyon sok olyan non-profit vagy olyan munkát végeztem az elmúlt 20x-egy néhány évben, ami írtózatos mennyiségű energiát, de nem csak energiát, anyagi áldozatot is jelentett. És ezt ma már nem tudom csinálni. Egyszerűen azért, mert nem vagyok már 20 éves. Tehát ha valamilyen munkára fölkérnek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy üljünk le és nézzük meg, hogy ennek mik a költségei, működik vagy nem. De ha mondjuk megfelelő pénz, financiális eszköz van mellé rendelve? Hát akkor elvégzem, nincs én velem semmi baj, hiszen mondtam, hogy itt csináljuk a mezőgazdasági munkánkat, a kutatásainkat, régi levéltári anyagokat gyűjtünk, ez pedig nagyon, nagyon sokba kerül, tehát megvenni a gyógynövényeket. Most például tegnap vasfüvet ültettünk. Na most vagy oda kell menni, vagy ki kell kotorni, vagy meg kell keresni például, hogy sziksót honnan tudsz hozni ahhoz, hogy a gyógynövényes szappanok elkészüljenek. Vagy ha nincs rá pénz, akkor csak álmodozol azon, hogy Békés megyébe, vagy Kiskunfélegyháza mellé el kell menni sziksóért. Tehát ha kifizetik a munkámat, akkor elvégzem a magam módján, jó amatőrként, és abban a pillanatban, ha már egy kis zseppénz van, akkor megyünk és vesszük a régi eszközöket, vagy a régi könyveket. Nem a zsebedbe akarok kotorászni, és nyugodtan szólj rám, hogyha olyat kérdeznék, de az az ember, aki mondjuk nem a jólétben nőtt föl. Svájci frankos hitelem van, tehát a törlesztős volt a kocsim, most már ezt kifizettem, tehát így vagyok. Hogy annak az embernek, aki évtizedekig underground módon, csak azért is módon csinálja a filmjeit, annak, amikor beköszönt a nem nagy betűs jólét, de egy másfajta életminőség, filmszerepek, stand-up, kereskedelmi televíziózás, az hogy tud mindezzel sáfárkodni? De most is azt mondom, hogy ha látnák a nézők, nem látják, de látnák a nézők, akkor az operatőr kollégák kabátban vannak. Itt vagyunk egy fűtetlen plébánián, hát abszolút underground történetről beszélünk a te szavaiddal. Normális ember 100 évvel ezelőtti, vagy 300 évvel ezelőtti, vagy 600 évvel ezelőtti épületeket nem fotografál, nem keretez be, és nem rak oda valahova az Isten háta mögé, meg nem rendezget egy plébániát. Nem azt mondom, hogy megbolondultam, mert hogy van nagyon sok haszna. Úgy, ahogy te kérdezed, akkor teljesen a underground, alternatív, avantgard, amit akarsz. A masszázs, az miért volt neked? Miért lett fontos a te életedben? Egy külső körülmény a család életemben volt egy olyan körülmény, egy olyan baj, egy betegség, ami miatt el kellett ezzel kezdeni foglalkozni. Én ennyire tudom ezt most részletesen mondani. Csomagba összerakva, hogy nehogy elhúzzuk nagyon az időt, csak hogy értsd, hogy mi a pálya itt a szőkével, vagy mi van ebben az egész figurával, én folyamatosan megszagolni akarok, megrágni akarok, én a keserűt is akarom érezni, az illékonyat is akarok, meg azt is, aminél azt mondják, hogy annak már lejárt a szavatossága. Tudod, hogy miért? Tudjam, hogy milyen. Mert esetleg mondanak nekem valamit, akkor meg tudom mondani, hogy avval már találkoztam, és van róla véleményem. Tehát a mai külső társadalomban azt hiszem, hogy a fogyasztás szempontjából nagyon érthető, hogy egyre kevésbé akarják ezt a fajta szemléletet promotálni, mert akkor nincs kérdés. Én ilyen kérdezős figura vagyok, bár most tulajdonképpen folyamatosan te kérdezel. És még kérdezek is, mert hogy ha jók az információim, akkor elég gyakran előfordul masszázs közben, hogy például elsírja magát a delikvens,
amit úgy nehezen tudok elképzelni, de hát miért ne higgyem ezt el, csak kíváncsi lennék ennek a természetrajzára. Tehát mi történik akkor, amikor elkezdesz valakit masszírozni, az hogy kezd el sírni? Akárha valaki például az anyukájával van nagyon szoros kapcsolatban. Lehet, hogy ő mások előtt, még ha nagy is a korkülönbség, akkor nem engedi meg azt, hogy az ő anyja megérintse, megsimogassa. Lehet, hogy haragot, dühöt hoz benne létre. Lehet, hogy mivel ezek az érintések nem jöttek létre, mindig csak vágyott erre. Az biztos, hogy most a hétköznapi életünkben, a mindennapi életünkben, amit én látok, nagyon kevés az érintés, a minősített érintés. Hogyha egy olyan helyzetben, ahol harmóniában vagy biztonságban van valaki, akkor akár a sírást, vagy akár a nevetést, vagy akár a haragot is ezt előhozhatja. És akkor pontosan ez a kérdés, hogy ugye rendes iskolákban vagy szakkörökben nem mondja el a kezelő, hogy de akkor mit csinálj? Mit csinálj, ha a vendég nem megy el, és elkezdi mesélni az életét? Nagyon sok gyakorlatot tudok erről mondani más helyzetekben, mert ott az, hogy elnézést kérek, ne arra gondoljon, de jön a következő vendég. És korrektül le van zárva az egész történet, mert a felelősséggel, abban, hogy valaki nekem mesél, valaki bennem megbízik, azzal nem kell foglalkozni. Te nem ilyen vagy szerintem. Beszélgetsz vele. Esetben még sírsz is vele, nem? Én adott esetben még sírok is vele, igen. Ilyen könnyen így meg tudsz hatódni, tehát hogy egy drámával, ha találkozol, engeded, és tudsz sebezhetővé válni egy pillanat alatt egy vadidegen számára? Olyasmi, bocsánat, hogy így visszakérdezek, de olyasmi, amit most mondasz, ami szerintem egy minőségi alkotói munkától nem állhat távol. Tehát ha az, amit most mondasz, hogyha ez benned nem zajlódik le, nem tudom hány beszélgetést vagy interjút csináltál, de biztos, hogy voltak olyan helyzetek, vagy olyan mély helyzetek, ahol lehet, hogy a kamerák befejezték a munkájukat egy találkozó után, de lehet, hogy neked még hosszú időt kellett ott maradnod avval az emberrel, aki a legmélyebb saját történeteiről beszélt, mert hogy gondolom hosszú ideje csinálod mindezt. Igen. Hát azt akarom mondani, hogy semmi különleges nincs ebben, mert aki emberi lélekkel foglalkozik, már pedig bocsánat, hogy ezt mondom, hogy úgy látom, hogy a két kamera meg az egész helyette az emberi lélekkel foglalkozó, és gondolom azért, tehát valami, tudod mi, az az érdekes, hogy olyan, mintha úgy beszélgetnél velem, hogy magaddal beszélgetsz, mert ezen a két kamerán keresztül te engem felhasználsz arra, hogy ugyanúgy nekik, akik ott vannak, azok számára közvetíts valami olyat, ami lehet, hogy nekik segít. Ha már a titkokat említed, és nem vájkálni akarok, de szerinted ki ismert téged a legjobban? Hát apám meg anyám biztos, csak ők már nem élnek, mert anyukám alkoholista volt, ő 92-ben halt meg, a vetítés után nem sokkal. Ő emiatt halt meg? Nem, alkoholista volt. Tehát, úgy értem, tehát az alkohol miatt? Igen, tehát így mindent láttam, ami ővel kapcsolatos, és nem tudtam segíteni. Próbáltál? Persze, mindennel, ami csak létezik, mindennel. És akkor ő biztos, hogy sokat tudott, csak hogy ugye most van most, nem akkor, mert sokat gondolkoztam ezen, hogy vajon ha most lennénk abban a helyzetben, akkor tudnék-e segíteni, és tudnék-e neki erőt adni, hogy ez az élet szép, és ebben az életben érdemes maradni. És az apám, a másik ember, aki szerintem így mindent tudott rólam, de hát ő se él már, ő 86 éves korában halt meg. Az ember egy ilyen nem túlteszi magát? Tehát a lelkiismeret furdalás egy olyan szakaszát el tudja engedni? Azt mondják, hogy túl lehet tenni, de hát ugye te most azt kérted, hogy legyek őszinte, akkor azt mondom, hogy de nem. Tehát, hogy... Nem? Nem. Tehát... Meggondolom, hogy akkor nem csak vicces dolgokat akarsz hallgatni, hogy nagyon hiányoznak, és sokat gondolok rájuk, persze, meg beszélek hozzájuk. Tehát tudod, azt szokták mondani régen, hogy hát a bolondok beszélnek magukban. Hát én szoktam magamba beszélgetni, meg hozzájuk is. Nem tudok ebben mit csinálni. Tehát, hogy miről számolsz be nekik? Hát, mikor úgy jön, akkor mondom, meg van, hogy kérem, hogy segítsenek. Tudom, hogy nem így van, de hát nekem ez így jó. Mármint, hogy beszélhessek hozzájuk. Hát persze, hogy hiányoznak. Tudod, miért hiányoznak, és nem tudom, hogy másoknál hogy van ez,
Mert nyilván az ember retteg a felelősségtől, és tudod, akkor fater megmondaná, vagy biztos mondaná, hogy arra mi a megoldás, vagy anyám, nem nekem kéne megoldani. És ez is egy másik fontos dolog, hogy a felelősségtől szerintem rettegünk, úgy tanít most ez a világ, hogy minél kevésbé vállalod a felelősséget. Ez szerintem fontos, hogy vállalni kell. Ha élnének, akkor szerinted úgy nagyjából egészében veled kapcsolatban rendben lenne az elszámolás, nem? De figyelj, tehát most legyünk őszinték. Van a természetnek egy rendje, az ő életútjuknak is, az enyémnek is. Mit tudom én, hogy én is meddig élek, nem tudom, már főnök majd eldönti. Tehát az agyammal azt tudom, hogy a dolgok rendje az úgy van, ahogy van. Ők minden üzenetet átadtak, és minden tudást megtanítottak, amire szükség van. Tehát hipotetikusan lehetne ezen gondolkozni, hogy mi lenne, ha anyám meg apám itt ülne. Tehát, lehet, hogy átmenne a képen, vagy nem tudom én. Lehet, hogy én ideges lennék. Nem hiszem, hogy ez a lényeges, hanem az sokkal fontosabb, hogy átadtak ők mindent, de ugye, ahogy a legelején is kérdezted, hogy van ez a küzdés, meg kétségek, hát az ott van. Tehát, hogy pici ember vagyok, ugyanolyan fájdalmakkal, sérülésekkel. Tehát nekem fontos, hogy az anyám mit gondolt rólam. Mondom, neked is fontos, hogy anyád mit gondolt rólad, vagy mit gondol. És akkor azt lehet mondani, hogy meg lehet, hogy sokaknak, akik nézik, vagy majd nézik, vagy mit tudom, hogy nézik-e. De ebből akkor az következik, hogy az Endre, meg a Bandi, akkor mind a ketten bizonytalan emberek? Nem, sokkal összetettebb történetek következhetnek, csak azt szerettem volna neked az egészen kapcsolatban mondani, hogy zajlik mindannyiunkban sok minden úgy, hogy egy fátyol, vagy a kabát, vagy a színfalak mögött az minden folyamatosan így motoszkál. Aztán van valami, amit meg, ha most médiáról volt szó, van valami, amit meg látunk kifelé, de hogy bent azért az bonyolultabb. Nem mertem volna szóba hozni, de hogy most már említetted. Ó, mondja, minden mertem. Most már minden, már anyámat osztuk, már egyet, minden. Zugivó volt, képzeld el, még ezt hagyd tegyem hozzám, mert ugye kétféle alkoholista van, a svédféle, meg a finnféle. És az anyukám az az alkoholista volt, aki árnyékra tette az üvegeket. Ez a legnehezebb, tudod, mert az titkolja. De kérdezzen. Csak hogy derült ki? Észrevettétek? Ne, hát úgy, ez egész, tehát 6-7 éves koromtól ivott anyukám. Sok olyat láttál, amit egyébként a gyereknek nem kellene látnia? Igen. De gondolom, hogy ezt most nem fogjuk tudni feldolgozni, de igen. Azt tudom mondani, hogy nem nagyon tudsz nekem olyat mondani, amit ezzel kapcsolatban nem kellett volna. Igen. Nem vidám. Nem vidám. Nem. Az ilyen rossz élmények vagy traumák egy életen át elkísérik az embert, vagy ezeket el tudja engedni, és tudja transformálni? De nem vagyok különleges. Figyelj, ennek az országnak a 80%-ában bárhova picit csinálnánk egy ilyen mérést, akkor azért működik a roncsfilm szerintem, azért működik a levesevés, mert valószínűleg mindenkinek volt ilyen problémája, hogy ez a leves már hideg, miért ide raktad, miért oda raktad. Tehát semmivel nem hiszem, hogy különlegesebb az életem, mint mondjuk másoknak, és még azt is megkockáztatnám, hogy teljesen mindegy, hogy szegény családról beszélünk, vagy gazdagokról. Láttam én már olyan gazdagokat, hogy minden megvolt, az ugyanúgy ott volt egy csomó fájdalom, de mindegy, kérdezz, mert mindig szétdumálom az egészet. Ha ilyet lát egy kisgyerek, akkor számára ez a fajta út az alkohollal kapcsolatban elrettentő, vagy pont hogy a rossz mechanizmusok miatt akár csáberő is lehet, és azért merem ezt megkérdezni, mert nagyon sok interjúban előkerül, hogy a külvilág azt gondolja rólam, hogy iszom. A külvilág azt gondolja rólam, hogy iszom, hiszen olyan fajta programokban veszek részt, és mind a kettő érvényes. Az is, hogy egy olyan fajta modell vagy motívum, hogy az ember azt a családi hátteret vigye tovább, vagy lehet a másik fele, hogy ettől el, így nem. Én megint másként közelíteném meg, és azt szeretném mondani, hogy minden, ami fájdalom, dráma, egyedüllét, félelem, várakozás ott volt abban a bizonyos gyerekkori létezésben, annak mindnek úgy érzem, hogy megvan a szerepe azért, mert akár a mostani munkámban,
akár amit beszéltünk a gyógyítással kapcsolatban. Nem a szakkönyvekből, hanem a valós, személyes tapasztalatokból tudom, ha valaki kérdezi, azt mondani, hogy mi a félelem. Hogy milyen az, amikor egyedül vagy egy lakásban úgy, hogy de már jönniük kellene, de még nem jöttek, hogy de egyedül vagyok, de nem lehetek egyedül, de miért nincs itt más. Tehát azt szeretném mondani, hogy ha az lenne a kérdés, hogy változtattam volna valamit az életemen, vagy élném-e az életet, éltem volna-e az életemet máshogy, akkor azt mondom, hogy nem, mert mindent ebből a múltból kaptam, és minden, ha az ember hittel vagy szeretettel próbál ehhez hozzá fordulni, akkor minden tanítás ott van belőle, amiből építkezhet még tovább. Tehát pontról pontra ugyanígy végigélnéd ezt az életet. Hát biztos, hogy ugyanúgy nem lenne olyan nagyon szórakoztató, mint eddig, de én nem változtatnék semmit. Te alapvetően szeretsz élni? Hát még igen, egyelőre még igen, mert van jó, mikor eljön ide egy tévéstár. Köszönjük, hogy megélesítjük a mindennapjaidat. Azon gondolkodtam, hogy sok mindenről beszélgettünk, azért sok mindennel foglalkoztál. Szerinted Szőke András esetében mi a nagy mű? Nem tudom, hogy két év múlva mi lesz, meg nem tudom, hogy 5 évvel ezelőtt mi volt egy másik ilyen beszélgetésnél. Most azt mondom, hogy továbbadni. Tehát, hogy ne maradjon bent egy zárt dobozban, hanem valami továbbadható legyen. Ebből fakadóan azt is tudom mondani, hogy nagyon régi levéltári anyagokat, könyveket is próbálunk beszerezni, kutatni. Hogy dolgozunk, hogy továbbadhassunk. Amit lehet, a megtanult eddigiekből, ha van rá esély, átadni a következő nemzedéknek. Hogy ne kelljen nekik újra úgymond kikaparni ezt, vagy legalább megtalálják. Hát akkor add át sok mindent, mindent adj át, amit szeretné, és még nagyon sokáig. Örülök, hogy láttunk. Köszönöm szépen. Ez volt Szőke András arcképe Talján Dörögdről. Mi jövünk a jövő héten, és addig is vigyázzanak magukra. Minden jót kívánok.